kábítószerügyi egyeztető fórum alakult Tamási városában. Ennek a fórumnak a létrehozását Tamási város önkormányzata kezdeményezte. A fórumnak a tagjai Tamási oktatási intézmények, oktatási nevelési intézmények képviselői, az egészségügyi és szociális intézmények képviselői, hatóságok, ANTS, kormányhivatal, kisebbségi önkormányzat, Tamási rendőrkapitányság alkotják ennek a kábítószerügyi fórumnak a tagjait. Az elnevezés kábítószerügyi fórum, de kábítószer ellenes éllel jött létre ez a szervezet, amely évente 4-szer fog ülésezni, és a cél a megelőzés. Az azért nem igaz, hogy Tamási drog szempontjából erősen fertőzött terület, ezt nem mondhatjuk, de tudjuk, hogy jelen van a városban és a város környéki településeken is a kábítószer, tehát nekünk kötelességünk foglalkozni ezzel a problémával, és ez a fórum, ez egy jó lehetőség arra, hogy információt cseréljünk 2-3 havonta, megnézzük a lehetőségeinket, pályázatra is lesz lehetőség, tehát forrásokat is tudunk mellé rendelni, és ezeket a forrásokat, ezeket a pénzeket pedig főleg megelőzésre szeretnénk fordítani, olyan kiadványok szerkesztésére, amelyet el tudjuk juttatni főleg a oktatási intézményekbe, a családokba. Célcsoport a fiatalok, tehát a fiatalokra fókuszálunk elsősorban, és a családokra, azokra a családokra, akik veszélyeztetettek, mert nagyon sokszor a családokon keresztül tudjuk megfogni ezt a problémát. Arról az oldalról is megközelítjük, hogy ezeknek a legtöbbször azért hátrányos helyzetű családoknak tagjai, gyerekei nyúlnak a droghoz, hogy hogyan tudnánk még hatékonyabban elérni azt, hogy a drog helyett válasszák mondjuk a sportot, vagy válasszanak olyan tevékenységet, amely hasznos. Tehát itt szeretnénk egy erőteljes kampányt indítani, és megszólítani ezeket a célcsoportokat, nem csak a hagyományos eszközökkel, előadásokkal, hanem akár a közösségi médián keresztül is.